Köszöntöm a stúdióban Farkas Andrást, a Szegedi Rotary Klubok képviseletében. A következő percekben a Gergőligetről fogunk beszélgetni, ami azt gondolom, hogy még egy kicsit talán ismeretlen lehet a szegediek számára. Hol van ez pontosan? A Gergőliget, vagy Rotary Tanösvény, tehát pontosabban Rotary Tanösvény is van egy része, amit Gergőligetnek hívunk. Ez a Bertala híd, újszegedi hídfőjétől indul, és a Maras-torkolatáig tart az első szakasza. A második szakasza a Maras-torkolattól a Deszki átemelőig, összesen 7 km hosszú. Mikor hozták létre ezt a tanösvényt? Hát a tanösvény sok-sok évvel ezelőtt magánkezdeményezésből indult el, de aztán ugye a Dalert és az Ati Vízigmi hatóságok egy szervezetet kértek meg, és akkor jött a Rotary, a Szegedi Rotary Klubok, 3 Rotary Klub, a Szeged Szent Györgyi Albert, a Szeged Dóm és a Szeged Tisza Rotary Klubok vémjelzik, vagy képviselik tulajdonképpen a hátteret. És mikor készült el? 2015-ben volt az átadása. Mekkora munka volt? Ez azért ott eredetileg egy ártéri erdő volt, gondolom rengeteg gyomnövényágazza. Igen, hát ez gyakorlatilag egy árhatatlan ártéri erdő volt. A természet adta, és az árvizek áradások adta terület volt. Ezen belül vittük végig. Azóta sok minden változott, a vízügy tisztítja, az erdőgazdaság gazdálkodik rajta, a Rotary pedig építi az utat tovább, és alakul szépen a tanúsvényként, sétálóútként, kerékpárútként, minden van benne, mindent lehet. Tanúsvényként miket lehet itt látni? Tanúsvényként nyilván elsősorban a növényzetet, az ártéri erdőknek egy nagyon speciális flórája van, a vizek által hozott magvak nagy része kikel, van, amelyik csak egy-két évig éldegél, van, amelyik megtelepszik és akár 100 évet is képes élni. Néha egész erdőrendszerek változnak meg, néhány év alatt egészen különleges növényzet alakul ki, főleg az aljnövényzetre jellemző ez a nagyobb fák, azok nyilván hosszú ideig maradnak ott. Tehát ez a növényzet szempontjából, az állatok szempontjából, apró vadak és őzek, mondjuk azok a legnagyobb róka és őz, de a nyúl, nyest, sündisznyó, hogy még apróbról beszéljünk. A vízimadarak körül nyilván a gémek, a sirályok, a récék, a vadkacsák, és hát még számomra is ismeretlen vízen élő állatfajta, és hát nyilván a madárvilág, ami fantasztikusan gazdag ebben a erdőben, helyenként dzsungel színű vagy ízű, sűrűségű erdőben. Mennyi idő alatt járható be ez a tanösvény? Hát tempó kérdése nyilván, ez gyakorlatilag a hídtól a Maros-torkolatáig, amelyik az igazi érdemi része, ami a látnivalóban a legbővebb, az körülbelül kényelmes sétával másfél óra alatt oda-vissza. Ha ezt bővíteni akar, hát nyilván futóknak ez gyorsabb, ha túrázni akar, akkor ugye 7 km az már megnöveli, az már inkább 3 óra. Ha még betér a vízügyi emlékmúzeumba is, ami ott van a Maras-torkolat lejáratánál, akkor órákat el lehet tölteni ezen a területen, tehát azért telik az idő. Mik a tapasztalatok, hogy kik fedezték már fel maguknak ezt a területet? Hát sokan felfedezték, meg sokaknak segítettünk, ugye úgy, hogy prospektus készült, azt kiküldtük az iskoláknak, az óvodáknak, kiküldtük azoknak a közép- és általános iskoláknak, a természetbeni tornaóráktól kezdve aztán kirándulásokon keresztül különböző programokat csinálnak ott. Az óvodások nagyon kedvelik, hogy a gyerekeknek nagyon érdekes, izgalmas mászókák vannak, farönkök, egyebek, amiről nagyot nem lehet esni, és jól tudnak jönni-menni rajta. Hát, és hát a felnőttek, a kutyások nagyon szeretik természetesen, mert végül is ez egy kutyások részére is optimális terület, de lovasok járnak rá, kerékpárosok nagyon szeretnek terepkerékpározni, úgyhogy sokan vannak. Mennyire nehéz ezt karbantartani, mennyi munka van vele? Tulajdonképpen a kialakítása volt nehéz, a karbantartás az egy viszonylag könnyebb feladat. Nincsenek benne olyan műtárgyak, olyan dolgok, amik állandó ápolást kérnek.
áradás után a szemetet kell összeszedni, vagy menet közben, ha valaki véletlenül valamit elszór, akkor azt ugye azt takarítani kell. Egyébként pedig a letört gajakat kell odébb tenni, és hát amikor nagyon elharapózik, nagyon gazdaggá válik az aljnövényzet, akkor ott azért az utat tisztítani kell egy elektromos fűkaszával, vagy hát inkább benzines fűkaszával. Tehát időben ez nem túl sok, inkább rendszeres karbantartást igényel. A beszélgetés elején említettem a Gergőligetet, illetve van itt Lili sétány is. Szerintem nem árulunk el nagy titkot, hogyha elmondjuk, hogy egy kicsit személyessé tette ezt a ligetet. Abszolút, igen, így van. Kinek a nevét viselik? Az unokáim nevét, a Gergőliget, a nagyobbik unokám, a Lili, pedig a kisebbik. Ők rendszeresen jártak le, most már nem, mert külföldön élnek, de valójában igen, az ő nevük és kedvük szerint készült ez az eleje, és aztán utána ez teljesen kibővült, úgyhogy most már sokféle név és sokféle ok van ahhoz, hogy különböző helyek más-más néven vannak elnevezve. Aki kedvet kapott, hol tudja megtekinteni, tehát hol tud lemenni a sétányra? Hát legegyszerűbb, hogyha a Bertola híd újszegedi hídfőjéhez megy, a töltés koronájára fölmegy, és akkor onnan lehet sétálni, ott látszik a tábla, onnan két úton le tud menni. Le tudnak menni rokkantkocsival, le tudnak menni kerékpárral, és hát nyilván gyalogosan. Tehát úgy van kialakítva, hogy ez minden módon járható és használható.